Köszöntöm kedves nézőinket, a Kaleidoszkópot látják. Mai adásunkban visszatekintünk a Herencsár Viktória cimbalomművész által szervezett nemzetközi újévi cimbalomkoncertre. A folytatásban ellátogatunk a Magyar Várak és Kastélyok című kiállításra, majd felelevenítjük a Jazzpresso legutóbbi műsorának legjobb pillanatait. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Herencsár Viktória, a Cimbalom Világszövetség elnöke, több mint 10 éve, 2005 óta szervez nemzetközi újévi cimbalom koncerteket. Míg az első évben a Szlovák Intézetben valósult meg az esemény, 2006-tól már Rákosmentére helyezték át a rendezvény helyszínét. A hazai és külföldi művészek előadását az idei évben a Vigyázó Sándor Művelődési Házban kísérhette figyelemmel a közönség. Klasszikus dallamok, valamint népi és világzenei szerzemények is felcsendültek január 12-én a 13. Rákosmenti újévi cimbalom koncert keretében. A népszerű nemzetközi eseménynek ez alkalommal a Vigyázó Sándor Művelődési Ház adott otthont. Minden alkalommal más vendéget hívok meg erre az újévi koncertre. Már voltak itt Tájvánból, Kínából, Izraelből, Angliából, Ausztriából, Belorussziából, Törökországból, és nagyon sok helyről. A mostanira pedig Iránból érkezik egy szantúr játékos, a szantúra Perzsiában a cimbalomnak a neve, valamint egy cimbalom trió Szlovákiából. A szlovák vendégművészek azok állandó partnereink, tehát állandóan hívunk szlovák vendégművészeket, hiszen a Szlovák Intézet volt, aki ezt elindította, ezt a sorozatot, és ők is támogatják ezt a koncertet. Szlovák trió, az Beszerce bányáról három lány, mind a hárman a Beszerce bányai Művészeti Akadémián a tanítványaim, Andrea Stracinova, Zuzana Stracinova és Tina Gubova, az iráni pedig Mehdi Siadat, akik most fognak játszani.
Meddi Sziádát 2010-ben látogatott először Magyarországra. Szívesen játszik a hazai közönség előtt, mivel sokan ismerik a címbalmot, ahogyan az általa bemutatott perzsa szantúrt is. My instrument is szantúr. Az én hangszerem a szantúr. Ez egy perzsa címbalom, ami egy nagyon régi, 4000 éves zenei eszköz. Lényegében a címbalom édesanyjának tekinthető, és eredetileg Iránból származik. Úgy gondolom, hogy a magyar hallgatóság nagyon szeretetteljes és barátságos. Sokan tudják, hogy maga a zene nagyon fontos a zenészeknek. Amikor itt játszom, tudom, hogy a jelenlévők tisztelik a zenét, és ez nagyon jó érzés. A színpadon feltűnt hangszerek révén a közönség tagjai a címbalom történetével is megismerkedhettek. Az egyik tanítványom játszik Habretten, a Habrette az osztrák-német-svájci típus, de ezen a német nyelvterületen hívják így a címbalmot, hogy Habrett. Habretten fog játszani, és természetesen a címbalmon, tehát szantúr Habrett címbalom. Hát ezzel gyakorlatilag a hangszernek a történet, itt is végigvezetjük, hiszen a legősibb hangszer ugye az a szantúr, aztán később továbbfejlődött lett belőle a Habrett típusok a 15. századtól kezdve Európában, és hát a legfejlettebb típus az a címbalom, amit a 19. században fejlesztettek tovább ezekből a kisebb hangszerekből. A hangverseny főszervezője Herencsár Viktória fontosnak tartja, hogy a külföldi fellépők látogatása mellett minden évben legyen valamilyen különlegessége is az újévi koncertnek, így ez alkalommal a program történetében először egy teljes szimfonikus zenekar is színpadra lépett, amelynek előadásából egy hanglemez is készült a helyszínen. Koncerten szimfonikus zenekar, ilyen még nem volt, volt már kamerazenekar, de szimfonikus zenekarral még nem szólalt meg itt az újévi koncerteken. Címbalom, a koncert első felében az én műveimet, általam komponált műveket fogjuk előadni, és aminek érdekessége, hogy a szimfonikus zenekar kiegészül elektromos hangszerekkel, elektromos gitár, basszusgitár, szintetizátor, valamint dob szett, és ez egy különlegessége lesz most ennek a koncertnek. A Duna Szimfonikus Zenekar fog közreműködni Deák András vezényletével.
Herencsár Viktória számára is ezzel a koncerttel indult el a 2019-es tervek és feladatok sora. A következő hónapokban a cimbalom művész számos eseményre készül. Februárban lesz egy japán szóló turném, az egy kéthetes turné lesz, ahol Japán több városába fogok szóló koncertet adni. Ezen kívül lesz majd még az idén egy könyv bemutatom, mert amit írtam könyvet Magyarországon, a szlovákok lefordították. Tettem egy professzori vizsgát, és most azt várom, hogy a szlovák államelnök átadja a professzori kinevezést, mert ezt államelnök adja át, és mivel ugye én ott tanítok, azért ott csináltam a professzúrát, és most még ezt is várom, tehát még nagyon-nagyon sok feladat van, és hát ugye ősszel is lesz, mert a Cimbalom Világszövetség kongresszusa Pekingben lesz, tehát Kínában. Ennek ez viszont szervezési feladat, ez még azért vár rám, és ez októberben lesz majd, október 26-tól 30-ig. A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap Rákosmente Önkormányzata, a Budapesti Szlovák Intézet, a 17. kerület szlovák és lengyel nemzetiségi önkormányzata, valamint a Cimbalom Világszövetség támogatta. A Rákosmenti Piroska óvoda már több éve szervez a Magyar Kultúra Napja alkalmából különböző programokat a gyermekek és családjaik számára. A kezdeményezéshez az évek során azonban a Rákosmenti Százszor Szép Óvoda és a Rákoskerti Művelődési Ház is csatlakozott, aminek következtében január 12-én megnyitotta kapuit a Magyar Várak és Kastélyok elnevezésű óvodások alkotásait felvonultató kiállítás. A magyar kultúra ugye nem csak azok a mindenki által jól ismert népdalok, vagy éppen népmesék, hanem bizony az építészetünk, a történelmünk, mind a magyar kultúra része, ugyanúgy, mint ahogy a mondókák, vagy azok a mesék, amiket most éppen itt a gyerekek előadtak. Tehát nagyon jól összeforr a magyar kultúrával, a magyar kulturális kincsel, a váraink, kastélyaink, illetve természetesen a magyar történelmünk. Ebbe engednek most betekintést a gyerekek. Nagyon jó pofa látásmód az, ahogy ők látják kastélyainkat, várainkat. Egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon sok óvodai kirándulás vagy családi kirándulás emléke jelenik meg itt most a képekben. Köszönöm szépen az alkotóknak, elsősorban természetesen. Nagyon szépen köszönöm a kedves óvodapedagógusoknak, az intézmény vezetőknek, hogy ezt a kiállítást minden évben megrendezhetjük, és természetesen nagyon szépen köszönöm a szülőknek, hogy ilyen szép számmal eljöttek, és nagyon-nagyon nehéz lehet a gyerekeknek ilyen nagyon sok fényképezőgép és vaku előtt szerepelni, úgyhogy nagyon meghatottak voltak, viszont mi is meghatottunk, mert nagyon szép programot adtak nekünk elő. A Három Pillangó című dalos műsort követően ezekkel a szavakkal köszöntött a megjelenteket Fószti Vadar alpolgármester a Magyar Várak és Kastélyok című kiállításon a Piroska és a Százszor Szép Óvoda közös családi délutánján január 12-én a Rákoskerti Művelődési Házban. A Magyar Kultúra Napja alkalmából megvalósult tárlat témája idén a Magyar Várak és Kastélyok felelevenítése volt.
Én azt gondolom, hogy ez a téma nagyon-nagyon közel áll a gyerekek lelkivilágához, hiszen a mesék teli vannak várakkal, kastélyokkal, azokban királyokkal, királynőkkel, katonákkal, és én azt gondolom, hogy ezért is születtek ilyen csodálatos munkák, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nekik. Nem csak a műemlék felügyelőség, aki 718 kastélyt tart nyilván, és 103 várat lehet büszke Magyarország kastélyaira és váraira, hanem mi is nagyon büszkék lehetünk a gyermekeinkre. Úgyhogy gratulálok, és még egyszer nagyon szépen köszönöm. Dr. Molnár Nébán Ildikó, óvodapedagógus elmondta, a program legfontosabb célja, hogy közel hozza a kultúrát a növendékekhez. Azt gondolom, mint óvodapedagógus, hogy ez az az életkor, amelyik a legfogékonyabb tulajdonképpen mindenre, minden információra, akár értelmi információ, akár érzelmi információ, és tulajdonképpen ez az indítatása, hogy már az óvodáskorú gyermekeket is bevonjuk ebbe a fajta kulturális tudásbázisba, illetve a szülőknek az együttműködése ebbe az életkorban az, amikor még nagyon hatékonyan tudnak a gyermekekkel együtt tevékenykedni, illetve együtt tapasztalatot és információt gyűjteni a környező világról. Úgyhogy ez mind a két fél részére azt gondoljuk, hogy nagyon hasznos és előnyös. Idén a 7. éve rendezi meg a Piroska óvoda a Magyar Kultúra Napját, és ehhez csatlakozott be egy évvel később a Rákoskerti Művelődési Ház, illetve hívtuk meg társszereplőnek a Százszor Szép Óvodát. Az idei tematika az tulajdonképpen a várak és kastélyok Magyarországon lévő építményeknek a megtekintése, illetve azoknak a reprodukálása volt. Ezt tulajdonképpen azért gondoltunk erre, mert hogy ez fiúkhoz is és lányokhoz is egyformán közel álló tematika, hiszen ugye a várakban katonák és királyok és lovagok harcolnak, illetve védik a területüket. A kastélyokban meg ugye a királylányok várják fehér lovon a herceget, úgyhogy ez mind a két kis gyermeknek, minden gyermeknek tulajdonképpen egy nagyon-nagyon szívéhez közel álló tematika. A gyermekek alkotó munkájuk során a kézműves technikák széles skálájából válogathattak. Tetszőleges mindig a technika, pontosan azért, hogy a gyermeki kreativitásnak ne szabjunk gátat, úgyhogy itt láthatunk az egyszerű rajztól a formaragasztáson át mindenféle anyagból készült térési megoldást. Tulajdonképpen nagyon sokféle megoldás született a hulladék felhasználástól, az újrahasznosítástól kezdve az egész kis térplasztikáig. Úgyhogy azt gondoljuk, és úgy érezzük, és tapasztaljuk is, hogy a gyermekeknek a kreativitását, az ügyességét minél jobban kiteljesíteni úgy tudják, hogyha nem szabunk gátat, úgyhogy tetszőleges volt a technika. A különböző rajzolt, festett, ragasztott és újrahasznosított anyagokból készült alkotások legötletesebb darabjait ez alkalommal is díjazták a szervezők. Mindkét óvodából, az összes csoportból érkezett egyéni munka is, csoportmunka is, viszont ami nekünk a nagy-nagy örömet okozza, hogy egyre több és évről évre több az otthon készült munka, tehát valóban a szülők, a családok érzik ennek a hozadékát, hogy ez milyen fontos a gyerekek számára, hogy egy-egy ilyen programban részt vehessenek, hiszen sokat tanulnak, sokat tapasztalnak, sokat ügyesednek azáltal, illetve nyilván a családon belüli kapcsolatok is erősödnek, illetve a családoknak a kulturális értéke és minőségben változhat ezáltal. A megnyitót követően Jós Tamás közreműködésével a Violin király és Hanga király kisasszony című zenés mesajátékon vehettek részt a megjelentek. A kiállítás február 3-áig látogatható a Rákoskerti Művelődési Házban. Január 13-án tartották az új év első jazzpresszóját a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. A rendezvényen ezúttal az alapításának 50. évfordulóját ünneplő Bartók Béla alapfokú művészeti iskola, jazz tanszakának hajdani és jelenlegi művésztanárai és egykori növendékei működtek közre. Az este folyamán 11 fellépő muzsikált a jazz műfajának különböző ágazataiban.
fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Bartók Béla alapfokú művészeti iskola egykori és jelenlegi növendékei, valamint művésztanárai első ízben mutatkozhattak be teljes koncert keretein belül a Jazzpresso színpadán. A jazz tanszak mostani formájában 2 éve működik az intézményben. Ezt mi annak idején György Ákos barátommal együtt kezdtük, Deli Csaba akkor igazgató, helyettes, akkor még Kutas Edit volt az igazgató megkeresésére, és aztán Botton Gyula is akkor tájt lett az ütős tanszaknak a vezetője, vagy az ütős tanszaknak a oszlopos tagja, úgyhogy mi vagyunk így a legöregebb bútordarabok. Ákos azóta elment Sashalomra, és ő a Rácz Aladár zeneiskolában tanít. Akik most vagyunk jazz tanszak, és most már deklarált jazz tanszak, az Antal Tibor hegedű tanár, akit hát a Budapest Ragtime Bandből lehet ismerni, vagy egyik legjelesebb csapatunk, és egyik legnépszerűbb magyar jazz együttes. 2 szaxofonos lesz ma a szólisták között. Az egyik Uher Bálint, Uher Györfi Bálint, aki a tanári kart erősíti, és van egy régi tanítványunk, amikor én elkezdtem itt zenekart tartani, akkor még Kolman Gábor volt a szaxofontanár, akkor volt egy nagyon tehetséges srác, volt több is, de az egyik nagyon sokra vitte, konkrétan a jazzy dalversenyt nyerte meg tavaly. Őt Zolbertnek hívják, ez a művész neve valójában Albert Zoltán, és itt volt, itt töltötte a tanuló éveit, aztán utána ő szépen elvégezte a különböző iskolákat, és hát az egyik legnépszerűbb szakszomos lett belőle. A január 13-ai nagyszabású koncert alkalmával összesen 11 előadó lépett színpadra. Az esemény azonban ezúttal is sok előkészületet igényelt. Elkezdtünk már levelezgetni, már tulajdonképpen hetekkel ezelőtt, vagy ha lehet, hogy már inkább több hónapja is van, és elkezdtük finomítgatni a műsort. Fantasztikus szólisták, illetve hát azt kell mondjam, hogy olyan művész tanárok tanítanak ebben a zeneiskolában, a jazz tanszakon is, akik hát én szerintem méltók, és nagyon alkalmasak arra, hogy az ő növendékeik és az itteni helyi közönség mindenképp hallja őket. Bercsik Viktor, a jazz tanszak zongora tanára betegsége miatt sajnos nem tudott csatlakozni az előadáshoz. A közönség tagjai ennek ellenére egy igazán sokszínű koncert tanúi lehettek, amely során többek között hegedű, szaxofon, gitár, dob és basszusgitár kíséretében csendültek fel a jazz dallamok. György Ákos, akivel itt együtt kezdtünk tanítani 20-sok, majdnem 30 éve, ő itt lesz, és ő lesz a színpadon hallható. A basszusgitáros, az Eged Márton, aki néhány évvel ezelőtt került Zsatyinak, a Studnicki Lacinak a helyére, fantasztikus basszusgitáros, és 3 dobosunk is lesz a mai este folyamán. Az egyiket úgy hívják, hogy Botton Gyula, akiről az imént beszéltem, a másik Centgráf Benjamin, aki 3 éve került itt a zeneiskolánkhoz,
és 2 éve került ide Buzsik Tomi, és hogy a legfontosabb embert el ne felejtsem, mert hát ugye a gitár azért egy népszerű hangszer, aki a zenekari gyakorlatot és a jazzgitárt mellette még tanítja, ő Hegyi Tibornak hívják, egy fantasztikus gitáros, zeneszerző, hangszerelő. Igyekeztünk egy olyan műsort összeállítani, ami mindenképp minden szólistának lehetőséget ad arra, hogy megmutassa az ő tudását, az ő stílusát, az ő egyéniségét, és úgy csináltuk a műsort, hogy legyen az egésznek egy izgalmas dramaturgiája, és a közönség ne egy szakmai előadásnak legyen a részese, hanem sokkal inkább egy olyan időutazásnak, egy olyan dolognak, ami mondjuk inkább a filmvilág, vagy az irodalom, vagy a festészetnek a velejárója, úgyhogy igyekeztünk egy nagyon színes műsort összeállítani, lesz ebben dobszóló, lesz ebben gitárszóló, illetve lesz, amikor mindenki a színpadon lesz, és akkor aztán minden petárdát begyújtunk. Egy óriási lehetőség, hogy a Jazz Presso közönségén túl most egy picit ugye az én álmomhoz is közelebb kerülünk, mert ugye amióta engem felkért Martonosi Gyuri barátom, illetve a művelődési ház vezetősége, hogy legyek a házigazdája ennek a Jazz Presso-nak, azóta én az egyik legfontosabb célomnak tűztem ki itt, hogy közelebb hozzam az egyébként kb. 300 méterre lévő két intézményt, a zeneiskolát, illetve a művelődési ház Jazz Presso-ját, és minél több srác jelentkezzen, illetve tűnjön föl itt a hallgatóság körében. Esetleg már volt erre is példa, a mondjuk előzenekarként a színpadon is, és hát legyen egy a kulturális életben egy nagy készfogás a két intézmény és a két program között. Gyárfás István örömét fejezte ki, hogy a kerületi állami zeneoktatás immár 50. életévébe lépett, és egyre több diák jelentkezik az intézmény különböző tanszakaira. Szerencsére nagyon nagy népszerűségnek örvend, nagyon sokan járnak a suliban, nagyon nagy túljelentkezés, és nem csak a gitár, hanem az egyéb szakokra és a klasszikus szakokra, és a táncművészet és társművészetekben is nagyon nagy az érdeklődés. A Jazz Presso házigazdája hozzátette, a jazz mint zenei műfaj a jelenkorban egy igazán kettős helyzetben van. A klasszikus zenészek mindig is egy nagyon picit, hát úgy mondom, hogy lenézték ezt a műfajt, és egy picit ők hát úgy a könnyű zenék közé szerették sorolni, és aztán a könnyű zenészek pedig hát megint csak nem fogadják el a jazzistákat, mert túl bonyolult nekik. Tehát Gonda Jánosnak tulajdonképpen, aki a magyar jazz oktatásnak tulajdonképpen az atya, és a Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakának is, illetve korábban a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskolának is a
jazz tanszakának az igazgatója volt, ő nagyon sokat tett ennek érdekében. Hát az egyik, az életművének az egyik nagyon fontos szegmense, hogy elfogadtassa a klasszikus zenészek, zenetanárok között is, és zenehallgatók között is a jazzt. Ez egy ilyen szélmalomharc tulajdonképpen, és most egy picit vesztésre állunk azzal, hogy most nem Liszt Ferenc díjat kapnak a díjazott jazzisták, hanem Máté Péter díjat, akit én nagyon sokra tartok, és mi nagyon sokra tartunk, viszont ő egy popzenész, és nem jazzzenész, és ez most jelenleg azt jelenti a jazzisták számára, hogy a jazz a popzenéhez van sorolva. A financiális része az nagyon érdekes, mert amíg a klasszikus zene az mindig egy államilag támogatott dolog volt, addig a popzene képes magát eltartani. Na most a jazz az egy ilyen, a kettő között lebeg megint csak, nem igazán képes eltartani magát, és viszont akkor, amikor a popzene mellé sorolják, akkor hát ilyen mostoha helyzetbe kerülnek, és ilyen éhhalál szélén táncolnak az élvonalbeli jazzisták. Ez nem igazán egészséges, de hát ez van. Ezt kell szeretni, mi ezt szeretjük csinálni, és így is, úgy is, ahogyha sok pénz van benne, és hogyha kevés pénz van benne, akkor is örömmel csináljuk. A zenei program sorozat jövőbeli eseményei között szerepel egyebek mellett egy nagyszabású többrétű műsor, Dezső Csaba 80 címmel. Dezső Csaba a magyar jazz életnek egy nagy hőse, és most idén februárban ünnepli a 80. születésnapját, és ebből az alkalomból, noha ő már abba akarta hagyni, hát nem engedtük, és most már ő is örül ennek, hogy nem hagytuk. Minden esetre újra színpadra fog ő állni, és be fog mutatkozni többek között a Jazzpresso színpadán, és a kollégái között Jeszenszky Gyuri dobos, a Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszékének a dobtanára, mellett a 81 és fél éves Berkes Balázs fogja a bőgőt pengetni, úgyhogy egy nagyon nagy estének nézünk elébe. Ez egy kicsit beszélgetős koncert lesz. Rendhagyó módon szeretnénk úgy megcsinálni ezt az estet, hogy egy picit Csaba fog mesélni a pályájáról, talán Balást is szóra tudjuk bírni, és el fogja hozni a Kettős Fogás című könyvét, ami egy önéletrajzi kötet, és a kettős fogását az több mindenre utal. Egyrészt a kettős fogás, ami a hegedűn egy megszokott dolog, utal arra, hogy Csaba egész életében tulajdonképpen brácsázott is, és hegedült is, illetve utal arra, ugye brácsásként az Állami Hangverseny zenekarban játszott végig, ő játszott klasszikust is, és jazzt is, és hát a kettős fogás legalább ennyi jelentéssel, tehát három jelentéssel, de előtt még többel is bír. Minden esetre ez egy nagyon nagy esemény lesz, attól tartok itt a Jazzpresso életében is. A Jazzpresso február 3-án újra várja a műfaj szerelmeseit. Most pedig a teljesség igénye nélkül következzen programajánlunk a közeljövő eseményeinek kínálatából. Január 27-én vasárnap 18 órakor nyitja meg kapuit a Rákosmenti Képző Ipar és Fotóművészek kollektív tárlata a Magyar Kultúra Napja tiszteletére. Az Erdős Rönéházban rendezett kiállítást Feledi Balázs művészeti író nyitja meg. Február 3-án vasárnap 19 órakor folytatódik a Jazzpresso programsorozat. A résztvevők egy nagyszabású, különleges koncertnek lehetnek tanúi, amely során színpadra lép a februárban 80. születésnapját ünneplő Dezső Csaba hegedűs és a 81 éves Berkes Balázs bőgős mellett két fiatalabb művész, Jeszenszky György dobos és Gyárfás István gitáros. Ezzel véget ért mai adásunk, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Jövő héten újabb témákkal jelentkezünk itt a Kaleidoszkópban, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!